ennek az egy barna lánya fönnhol van a háza. Sudár jegenye van a tudvarába, sudár jegenye a földre hajlik a háza. Ennek a szép barna lánynak telettel a párja. Csudán jegenyek a földre hajlik a dágon. Ennek a szép barna lánynak telettel a párja. Harsányi Gábor az írója a Bazi Nagy Magyar Lagzi című előadásnak. Honnét jött az ötlet? Volt Bazi Nagy Roma Lagzi, Bazi Nagy Görög Lagzi, Bazi Nagy Amerikai Lagzi. Hát csak Bazi Nagy Magyar Lagzi ne legyen. Innen jött az ötlet, és megírtam. Ez tulajdonképpen egy hagyományőrző előadás, népszíműnek is nevezhetném, de mégis egy kicsit több. Ugye tele van zenével, énekkel, tánccal, de gondolatokkal is. Azzal a gondolattal, ugye, ami adva van itt, a fiatalságnak menni, maradni, itt maradni, földet művelni, vagy elmenni, vajon melyik a jobb? Azt hiszem, hogy a darab erre nagyon szépen válaszol. Sok fiatallal dolgozom, ami nekem nagyon-nagyon jól esik. Sokat tanulunk egymástól, én is tanítom őket, átadom nekik a tapasztalataimat, a gondolataimat, és hát boldog vagyok, mert szívesen vagyok itt ebbe a színházba. Nagyon jó barátom, a színház névadója is, tisztelem, szeretem, ő is engem. És hát gyakorlatilag ez most a 14. darabom, és hát nagy izgalommal várom, hogy a szárszói közönség hogy reagál rá. Vannak-e valami különleges fordulatok ebben a darabban? Hát hogyne. A darabban végighúzódik egy krimi tulajdonképpen. Ugye kiderülnek a dolgok, kiderülnek, hogy a vőlegény ugye el akarja adni a földet, Londonból hazajön az a szerető, az a szerelem, aki eddig szerette a kislányt, de el kellett mennie dolgozni, most hazajön. Tele van a darab fordulatokkal, nincs értelme most itt részletesen elmondani, de lényeg az, hogy ugye bemutattuk a budapesti Városmajori Szabadtéri Színpadon, és nagyon szép sikere volt a darabnak, nagyon szerették, sokan voltak, zsúfolt ház volt, és hát nagyon jó kritika is jelent meg róla. Úgyhogy hát izgalommal, de bizakodom, hogy remélhetőleg itt is siker lesz. Milyen darabokban játszik jelenleg? Hát ugye van a Pódium Színház, akivel nem olyan régen ismerkedtem meg. Nekik írtam az Édes Alkony című darabomat, amit nagyon szép sikerrel játszunk körbe-körbe. Remélem, hogy ide is elhozzuk majd valamikor. Aztán a Vidám Színpadnak is írtam egy darabot, amit majd most fognak bemutatni. Ez egy gyerekdarab, Csengőbongó Királyság. Aztán a Pesti Művész Színház játszja a másik darabomat, a Csetlőbotló Fajankót, és a Fregoli Színház játsza a Miszarizónát, amiben játszom én is, a Nejem a Neten című darab, amiben szintén játszom. Óriási élmény, az nagyon nagy élmény megírni, játszani és közvetlenül érezni a közönséggel való találkozást. Úgyhogy elég szépen el vagyok foglalva, ez az én életem és az a vágyam, hogy bár talán nem akarok szerénytelen lenni, de úgy gondolom, hogy nagyon komoly életmű van mögöttem, hiszen majd 100 tévéfilmet, sok filmet csináltam, több ezer színdarabot játszottam, és hát úgy gondolom, hogy sok maradandó darab is van, ami megmarad utánam remélhetőleg. Ilyen a Jó Estét Nyár, Jó Estét Szerelem, vagy az Egy Óra Múlva sorozat, vagy a fiataloknak a Palacsintás Király. Szóval mondhatom, hogy generációk nőttek fel rajtam, és amit én szeretnék, az nem más, mint hogy még valami olyasmit tudjak alkotni, ami maradandó. Köszönöm szépen a beszélgetést, és jó egészséget kívánok! Köszönöm szépen, aranyosak vagytok! Hey, élet, begyöngy élet, ez aztán az élet, ha megunnom magamat, magam is úgy élek.
magamat, magam is úgy élek. Én vagyok benne az egyik férfi főszereplő, Márkó, aki a negatív pólust képviseli ebben a darabban. Ez a fiú, én úgy fogalmaztam meg, hogy egy darwinista, tehát ő nem szeretne itt maradni ebben a faluban, ahol ez játszódik. Ugye földbirtokos az édesapja, meg az egész családja visszamenőleg, és elvette ezt a lányt, de nem csak azért, hogy eladja ezt a földet, hanem ebben a két család is közre játszott, hogy a föld egyesüljön, viszont kihasználva ezt a helyzetet, megpróbálja egy pikpak eladni a földet, és még hajnalban lelépni innen a lagziból, mert egyszerűen nem bírja tovább ebben a faluban, és ezért hát nem mondom, hogy egy jellemgróf lenne ilyen szempontból, azonban érthető, mert nagyon jól megvan írva ez a figura, érthető minden motivációja. Szerintem ebben a darabban ő az egyetlen, ez egy happy end-el végződik, mindenki a párjára talál, mindenki nagyon boldog lesz, egyedül ő az, aki mégiscsak ott kell, hogy maradjon a faluba, mert ugye úgy jönnek ki a dolgok, lebukik, az egész nász nép csúnyán átveri őt, ahogyan ő át akarta verni őket, és ő az egyetlen, akinek valójában nincsen megoldás, olyan kerek megoldás a végére, mint a többi szereplőnek. Hogy érzed, hogy mennyire áll hozzád közel ez a szerep? Nézd, hát ez minden egyes szerepet meg kell közelíteni, mindegyikkel meg kell küzdeni, és most már megszerettem persze, de hát ez a próba folyamat alatt alakul mindig ki, hogy meg kell tanulni, megszeretni az embert magának a szerepet, akkor is, hogyha negatív figurát játszik, meg kell találni az igazságát. Tehát ez nem egy ilyen vérgonosz fiú, aki csak úgy, most csak azért is rosszat tesz, hanem teljesen érthető minden egyes lépés, amit tesz azért. Tehát a saját szabadságát akarja ő élni. Ha nékem sok pénzem lesz, felmegyek a Budapestre. Bevásárlok a babának minden áldott szombat este. Veszek az ujjára aranykarikát, a zsíros lábára sejem harisnyát. Én a sok pénzt nem sajnálom, köttel így a kicsi bádom. Nagyszerű! Veszek az ujjára aranykarikát, a zsíros lábára sejem harisnyát. Lesz belőle olyan dáma, egész világ megcsodálja. Bécsi barátnődről, no. Édesapám látott már ilyen csúnyát valaha? Nagyon ronda! Vasz! Hát kikérem magamnak, hogy sérteget! Jézus Mária! Kérlek, mutasd be Áron szerepét! Hát Áron egy nagyon izgalmas szerep számomra. Ezt Harsányi Gábor osztotta rám egyébként, akkor, amikor egy év ezelőtt volt egy casting, és akkor meghallgatott, és azt mondta, hogy Áront azt nekem kéne játszani. Áron egy hős szerelmes, aki bolondul a nőért, 5 éve elment Angliába, azért, hogy pénzt keresen, hazajön gazdálkodni, és 5 év után hazajön, és találkozik Annuskával. Csak hogy, hát ugye az élet azt hozta, hogy Annuska közben egy másik férfihez menne éppen feleségül, és én ennek egyáltalán nem örülök. A szerelem az hajt, és azt mondom, Annuska, már pedig gyereki, téged akarlak, értsd meg, hát kettőnk között mekkora szerelem volt. És Annuska szíve meglágyul, vagy meglágyulni látszik, és Áron felbozdul, és mindent megtesz azért, hogy a lánynak a szívét újra visszaszerezze, ezért tulajdonképpen harcba száll, ezért megküzd magával a pokoli szörnyel is. A darab vége az, hogy nem fog hozzámenni Markóhoz, hanem én leszek az ő választottja, noha egyébként nekünk esküvünk nem lesz, de megmondja majd Markónak, hogy Markó, téged már nem szeretlek, én mindig is Áront szeretlem, tehát engem. Hogy kell elképzelni ezt a lakodalmat, ami itt lejátszódik a színpadon? Ez a lakodalom tulajdonképpen magába hordozza az ősi magyar lakodalmat, minden egyes ritmus és tempó dinamikáját. Harsányi Gábor ezt nagyon jól kitalálta, mert ami most általában langzikban elhangzik, a nézését, meg a járását, meg ezek a számomra egyébként nem kedvelt zenék, teszem hozzá, de színészként fönt a színpadon átélve ezeket csinálni, ez teljesen jó, mert ugye az a lényeg, hogy az ember hisz a szerepében, ha hisz a szerepnek, és hogyha maradéktalanul a szerepet játsza, akkor ezek a dalok, ezek csodálatosan tudnak hangzani. Ha lesz akarod, mi lesz lélek, sárga lábú cinege, cinege, esne róla, cinege, cinege, lesz akarod, teteje, teteje. Ha lesz akarod, mi lesz lélek, sárga lábú cinege.
szobám. Oda járok én is minden délután. Csókot adok néki, de visszakapom ám. Szőke Tisza partján lakik a babám. Szőke Tisza partján lakik a babám. Oda járok én is minden délután. Csókot adok néki, de visszakapom ám. Szőke Tisza partján lakik a babám. Szeretem a muszkát! Szeretem a muszkát! Szeretem a muszkát! Szeretem a muszkát! Szőke Tisza partján lakik a babám! Szőke Tisza partján lakik a babám! Oda járok én is minden délután! Szeretem a muszkát! Szeretem a muszkát! Szőke Tisza partján lakik a babám!